Tehát ez egy Porsche 911-es. Targa 1979-ből. Ezt a tető megoldást egyébként korábban föltalálta már a Porsche is, már 1966 táján alkalmazta, már akkor az abban a verzióban kihozta, de nem ő találta föl, hanem még korábban a Michelotti nevű egyébként nagyon híres karosszéria formatervezőnek volt a, és tervezőnek volt az ötlete. Ő egy Fiat 1200-as Vignalét alakított át így módon 10 évvel korábban, aztán a Saabból is készült ilyen verzió, meg több más típusból, még a Porsche előtt is. Hogy a Porsche miért kezdte el alkalmazni? Azért, mert az egyik legnagyobb piac az Egyesült Államok volt, ahova szeretett volna, és az belők el is várták a cabrio autót, a nyitott tetejű, nyitható tetejű autónak a létét, csak hogy az amerikai közlekedési hatóság éppen akkor nem nagyon pártolta a Hungaroringen vagyunk, azért vannak ilyen hangok, nem nagyon pártolta a kabriók létét, mert azt mondta, hogy ha az autó fölborul, akkor lefejezi az utasokat, és ez nem túl kellemes rájuk nézve, tehát meg kéne őket ettől védeni. És a Porsche ekkor találta ki azt a megoldást, hogy ezt a targatetős megoldást ekkor alkalmazta, aminek ugye az a lényege, hogy a hátsó szélvédő az fix, tehát az autónak a része, szintúgy az autónak része marad egy bukókeret, ami együtt a szélvédő kerettel egy olyan védőkeretet alkot, egy olyan védő, ha úgy tetszik, rácsot, ami megóvja a bennülőket a sérüléstől. Itt van a tető különben, ezt azért vettem így le, mert a Targa nevet a Porsche azért vette át, mert vagy onnan találtak, hogy ő ezt el is nevezi. Korábban nem volt ez a név, ezt a Porsche alkalmazta először. Onnan vették ők elő, hogy a Targa Florion, a Porsche nagyon sikeres volt 1956 és 1965 között, a 10 versenyből 5-öt megnyertek, úgyhogy úgy gondolták, hogy innentől nekik ez a névhasználat jár. A Targa egyébként egy olasz szó, azt jelenti, hogy tábla, mint az a tető, hogy tábla, de igazából az olaszok így hívják a rendszámot is, tehát mindent, amilyen táblaszerű dolog. Talán ez adhatta az ötletet, hogy a kivett tető olyan, mint egy tábla. Persze ezt össze lehet csukni, ennek vannak itt ilyen zsanériai kisebb trükkel, csak én direkt azért tartom így, hogy látszódjon, hogy csak úgy kikapva a helyéről, tényleg ilyen táblaszerű. Valószínűleg ez adta az ötletet, hogy táblának, táblaszerűnek nevezzék el, és így kapta a Targa nevet, ami azóta legendává vált. Ugye minden nagyon sok Porsche-ból készült azóta is ilyen Targa változat, azzal együtt, hogy ma már ugye a kabrióknál is meg tudják oldani a bennülők védelmét hátul is, azokkal a bizonyos kipattanó, az autó nem megfelelő mozgás, bizonyos gyorsulásokat, tehát magyarul felborulást érzékel az autó, akkor ugye század másodpercek alatt kipattan egy bukókeret a mai modern autókból, és megvédi a sofőröket. Hát ez az autó azért nagyon kellemes különben még, mert a szélvédője nagyon elől van, tehát itt még tényleg megvan a kabrió érzet. Sajnos a nagyon sok mostani kabrióban, meg ilyen akár targatetős autó is nagyon hátra húzzák a szélvédőt. Itt az ember feje fölött tulajdonképpen a szélvédő keret van. Hát itt látszik, hogyha ide beül valaki, itt még jó messze van a szélvédő keret, ami igazi kabrió érzést ad. Úgyhogy szerintem ez egy Targa nagyon jó választás egy kabrió helyett is.